nagy idők tanúja a Tápióbicskei híd a Tápió folyó felett. Az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat győztes csatájának szimbolikus jelenetét, a hídi összecsapást Tanmór festette meg, mely alapján készült terepasztalunk és a hagyományőrző budai második honvéd zászlóaljunk ennek bemutatásával szeretne megemlékezni az itt elesett honvédek emlékéről. Lakka György haditerve alapján a honvéd sereg főerejét képviselő 3-7-est 1849. április 4-én Tápióbicskénél ütközött meg a császári sereggel. Elsőként a Lakka hadosztálya ért a kis hídhoz, majd gyalogosai a faluig meneteltek. Lakka György hadtárs parancsnok azt hitte, a faluban csak az ellenség ellátmánya podgyásza van, ezért a nagyzsákmár reményében úgy döntött, rajta jut az ellenséges csapatokon. A faluban azonban Jelasics vezetésével egy egész rastis dandár tartózkodott, mely ellentámadásával kavarodást és nagy veszteséget okozott Lakka csapatainak, akik fejvesztve menekültek Tápióbicskéhez. Lakka erre 600 császárhuszárt küldött az ellenség gyalogjai ellen, a hídnál véres csata alakult ki. A megáradt Tápió hídján összetörlődtek a társzekerek, lovasság, ágyuk. Sokan a mocsárra változott Tápión próbáltak átmenekülni, és ott lelték halálukat. Két ágyú is a mocsárba süllyedt. Az osztrákok elfoglalták a hidat, de csak ezután kezdődött a valódi csata. A küzdelem menetét Domjanics János 3. hadtestének leérkezése fordította meg, a Leiningen dandár a 3. és a 9. vörös sipkás honvéd zászlója Fővári Károly vezetésével hűséges küzdelemben elúszta az ellenséget és megtisztította a falut. Hamarosan Görgei is beérkezett és együtt pusztították az ellenséget, egészen a Szecsőig visszaverve. A magyar veszteség 800 halott volt. A környező homokbuckák alól 1882-ben temették őket végső nyughelyükre. A keresztre egy ismeretlen szerző ezt a verset rótta. Szabadságtól lelkesedve rohant a honvéd győzelemre, kik hősi halált itt haltatok, áldás, dicsőség rajtatok.